újabb enyhítéseket vezet be a kormány. Megkezdték a melegaszfaltos útjavítást az Óvi dolgozói. Záporok után jön a napsütés. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város friss hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Újabb enyhítéseket vezet be országszerte a kormány a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban. A rendelkezések minden megyében hétfőtől lépnek életbe, Budapestről egyelőre nem döntöttek. A rendelet hatályba lépését követően a vendéglátóipari egységekben immár beltérben is lehet tartózkodni, az esküvőket és lakodalmakat pedig 200 főig engedélyezik. Továbbra is Budapesten van a legtöbb új koronavírusos megbetegedés, összességében viszont folyamatosan csökken az aktív esetek száma. Ezért újabb enyhítések bevezetésére nyílt lehetőség. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, hogy Budapestről később döntenek, kikérve a főpolgármester és a kerületi polgármesterek véleményét. Pest megyét viszont mostantól az ország más részeivel azonosan kezelik. A játszóterek, parkok minden megyében látogathatóak lesznek. A szállodák és panziók is fogadhatnak vendégeket. A vendéglátó üzletek belső zárt részében, így különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében és presszóban a tartózkodás immáron megengedett. Itt is mindenkit kérünk a maszkviselés betartására, az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni, és a védőtávolság betartása is kötelező, és természetesen a vendégeket is arra kérjük, hogy nyilván ez étkezés esetén csak átmenetileg nem lehetséges, de amikor ez nem feltétlenül szükséges, akkor lehetőség szerint viseljenek maszkot. Hazánkban augusztus 15-ig nem lehet rendezvényeket tartani, ez a döntés pedig számos esküvőt és lagzit is kérdésessé tett. A kormány szóvivő azonban ma bejelentette, a rendezvényekre vonatkozó tiltások ellenére júniustól a lakodalmakat bizonyos korlátok között megtarthatják a házasulandó párok. A rendezvények tekintetében ugyan a korlátozások továbbra is érvényben vannak, ugyanakkor arról született döntés, hogy vidéken és Pest megyében június 1-től maximum 200 főig rendezhető esküvő, illetve lagzi. Nyilván itt is a megfelelő szabályok, tehát például az asztalok közötti védőtávolság betartásával. Az iskolák ügyében egyelőre nincs változás, vagyis június 2-ig egészen biztosan nem lesz tanítás. Hogy ezután a tanévből hátralévő rövid időre visszaáll le az iskola látogatás rendje, arról csak később, a járvány görbét tanulmányozva, szakemberekkel egyeztetve döntenek. A kormányinfót követően az operatív törzs is megtartotta tájékoztatóját. Az országos tisztifőorvos kifejtette, hogy hazánkban a járvány egyfajta nyugvó szakaszba érkezett, sőt, csökkenés figyelhető meg. Jelenleg 1775 aktív fertőzöttről tudni, közülük 658-an vannak kórházban. Az a nyitás, amit az elmúlt hét elején vidéken alkalmaztunk, az átlagos lappangási időt figyelembe véve, tehát az 5-6 napot nem eredményezett fertőzési többletet, tehát természetesen még egy hétig várunk, megvárjuk azt a bizonyos 14 napos lappangási időt, amikor ezt véglegesen és megnyugtatóan ki tudjuk mondani, de minden jel arra mutat, hogy csökkenni látszik a fertőzöttek száma. Dr. Müller Cecília arról is beszélt, hogy az enyhítő rendelkezések miatt sok munkahelyen is újraindul az élet. A home office esetleges fenntartásáról az érintett munkáltatók döntenek, viszont ahol mindenképpen szükséges lesz a bejárás, fokozottan figyelni kell a személyes higiénére. Fontos továbbá, hogy az egész országot egyformán érintő szabályozások a lazítás ellenére is érvényben maradnak. Így nyilvános helyen a védőtávolság betartása, valamint a boltokban és tömegközlekedési eszközökön a maszk viselése továbbra is kötelező. Megkezdték a kátyúzási munkálatokat a városüzemeltetés munkatársai Ózdon. Elsőként a forgalmasabb részeket javítják, majd a mellékutakkal folytatják. Idén 200 tonna aszfalt áll rendelkezésükre a közfoglalkoztatási keretből.
A magyar közút is folyamatosan ellenőrzi térségünk útjait, és ahol szükség van rá, aszfaltoznak. A Mucsonyból szállított meleg aszfaltot dolgozzák el a kivágott részekbe az Ózdi Város Üzemeltető Intézmény munkatársai a piacúton és környékén. Ezen az útszakaszon 14 helyszínen 52 négyzetméternyi területen végeznek hasonló feladatot, 7,5 tonna aszfalt kerül a sérült burkolatba. Azért ettől a mennyiségtől városszerte az általuk fenntartott utakba jóval többet használnak majd fel a jövőben. Idén 200 tonna aszfalt áll rendelkezésünkre a közfoglalkoztatási keretből. Most tudtuk elkezdeni ezt a múlt héten, mert a keverőtelep még most indult be. Először itt a belvárost fogjuk csinálni, a piacutat, nemzetőrutat, vasvárutat, aztán egy felmérés és egy ütemterv szerint folytatjuk az egész városban. Úgy néz ki, hogy a következő célpontunk az a Damjanics út és környéke lesz. Maga a program szeptember végéig tart. Első körben a legforgalmasabb útszakaszok és a legnagyobb kátyúk javítását ütemezték be, és így haladnak tovább. A magyar közútat is megkerestük a kátyúzás témájával, hiszen hozzájuk is rengeteg útszakasz tartozik, és azokon is van mit kijavítani. Kérdésünkre Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályvezetője küldött írásban tájékoztatást. Ahogy a teljes megyei közúthálózaton, úgy Ózd környékén is útellenőreink folyamatosan ellenőrzik az utak állapotát. Ha balesetveszélyes kátyút találnak, azt rögtön javítják, vagy táblával jelzik. Az idei évben speciális aszfalt felhasználásával végeztünk több alkalommal is burkolatjavítást, összesen 13 tonna aszfalt bedolgozásával. A szennyvízberuházások kapcsán érintett utakon folyamatban van a végleges burkolathelyreállítás. Ezen munkákat a közműberuházások kivitelezői végzik. A piacút térségében igyekeznek holnapra betömni a gödröket a dolgozók, hiszen hétvégén ezen az útszakaszon jelentősen megnő a forgalom, és nem szeretnék, ha bárkinek baja esne a kivágott lyukak miatt. Emellett a gépjárművezetők türelmét is kérik, valamint felhívják a figyelmet arra, hogy az autósok számoljanak a megnövekedett menetidővel a munkavégzés ideje alatt. Új forgalomlassító küszöböket helyeztek el a Mogyorós-völgyi játszótér közelében. Korábban is volt már az utcában betonból készült fekvőrendőr, de mivel az út túl magas volt, az autók az útpatka felé kerülték ki. Ez sem az útnak, sem a járműveknek nem tett jót, ezért a terület képviselője dr. Csuszda Gábor lakossági kérésre az Ózdi Városüzemeltető Intézmény segítségével oldotta meg a problémát. A régi fekvőrendőrt felszedték, és az út melletti játszótér előtti és utáni szakaszon forgalomlassító küszöböket helyeztek el, valamint 30-as sebességkorlátozó táblát is felszereltek a villanyoszlopokra. Az aszfaltot ma pótolták, a kijárt patkát pedig a tervek szerint holnap töltik fel murvával. Attól függetlenül, hogy polgármester úr által csoportosításra kerültek a képviselői keretek, attól függetlenül nem áll meg az élet Ózdon, vannak szükséges fejlesztések. Ilyen ez a fejlesztés is itt a Mogyorós-völgyben. A fekvőrendőr cseréjét a saját képviselői tiszteletdíjamból finanszírozom meg, ezzel is mutatva azt, hogy nekem Óznak ez a város része a szívügyem, és szeretném, hogyha most még ebben a nehéz időszakban is fejlődhetne. Tovább folytatódik a május eleje óta tartó üzemanyagár emelkedés. Holnaptól ugyanis a 95-ös 8, még a gázolaj 3 forinttal lesz drágább, így országos viszonylatban előbbi literéért átlagosan 319, míg utóbbiért 332 forintot kérnek el. Városunkban péntektől a 95-ös litere átlagosan 304 forintba, míg a dízeli 309 forintba kerül majd, de természetesen, ahogy mindig, úgy most is akadhatnak különbségek az egyes töltőállomások árai között. Szaharai porral érkezett meg térségünkbe tegnap a csapadék, ennek következményeit a legtöbben csak ma reggel vették észre. Holnap még számíthatunk jelentősebb esőre, azonban a záporok, zivatarok után már jön a napsütés. Vasárnap egész nap derült időre számíthatunk. A változékony időjárás azonban megviselheti az arra érzékenyeket. Nem jártak jól azok, akik az elmúlt napokban mosták le autójukat, és aztán a szabad ég alatt parkoltak vele. A tegnapi erőteljes délnyugatias áramlással ugyanis nagy mennyiségű szaharai por is érkezett térségünkbe, amely az esővel vegyülve sáros réteget hagyott maga után. Ilyen az utóbbi időben többször is előfordult már, és azokon a területeken, ahol ma is esett az eső, szintén hasonlót tapasztalhatott a lakosság. Emiatt sokan látogatták meg ma az autómosókat, azonban a változékony időjárás még velünk marad.
Egy ilyen úgynevezett hullámzó frontzóna húzódik keresztül az országon, emiatt van az, hogy nagy a hőmérsékleti kontraszt az ország északi és déli része között, ez a következő pár napban is így lesz majd. Ez azt is fogja eredményezni, hogy továbbra is lehet csapadékra számítani, például most éjjel is esni fog az eső, illetve holnap is ilyen felhős, borongós időre kell számítani többször csapadékkal, esővel, záporral. A közmondás szerint a májusi eső aranyatér, most pedig nagy szükség van rá, hiszen a tavaszi szárazság nem tett jót a mezőgazdaságnak. A változékony időjárás azonban hatással van egészségünkre is, hiszen az arra érzékenyeknél a különféle frontok, légnyomás különbségek többféle panaszt is okozhatnak. Szó szerint nagyon, nagyon megvisel. Tegnap is szétfagytam, lezsibbadtam, kezem, lábam, most meg azt se tudom, hogy öltözködjek, mert most is melegem van. Most hozott le a húgom, de már öltözködni kell. Én nem is tudom, hogy május közepén volt-e ilyen még. Hát azon féltem éjszaka, hogy lefogynak a palántáim. Végül is engem nem visel meg. Tehát én erről annyit tudni kell mondani. Nem vagyok frontérzékeny. Talán így. A meteorológus szerint a hétvégén jön a jobb idő. A most térségünk felett húzódó frontzóna délfelé halad tovább majd, és a helyére szárazabb levegő érkezik, így csökken a csapadék valószínűsége. Az előrejelzések szerint vasárnap már sok órás napsütésre számíthatunk. Újabb szakaszához ért az EPP segítő program. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai a jövő héttől a lakosság által korábban benyújtott EPP összeíró nyomtatványokat ellenőrzik, valamint a kutyatartás körülményeit is vizsgálni fogják. A beérkezett adatokat, tapasztalatokat adatbázisban rögzítik. Hosszú távú cél a kóborkutyák számának csökkentése városunkban. Áprilisban már folyamatban volt az EPP segítők oktatása. A résztvevők az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél sajátították el azt a tudást, amely segítheti őket az állatvédelem területén. A program az ebrendészeti stratégia egyik eleme, amelynek fontos célja a kóborkutyák számának csökkentése városunkban. A program új szakaszához érkezett. Bár még a vizsgaidőszak zajlik, de néhány munkatárs már megkezdte az úgynevezett terepmunkát is. Ma néhányuknak a Zrínyi úton kellett feladatot ellátniuk. A lakosság által benyújtott EPP összeíró adatlapokat fogják ellenőrizni, az oltási kiskönyvvel összenézik, illetve a kutyatartás körülményeit fogják megvizsgálni. Erről természetesen egy adatbázist is fogunk vezetni, úgyhogy egy ilyen kommunikáció a lakossággal, illetve az intézménnyel, aki ezt a feladatot látja el, ez a lényege a dolognak. A legutóbbi EPP összeírás során közel 1500 darab adatlap érkezett az intézményhez. Ezeket átvizsgálták. Akiknél pontatlanságot találtak és fel volt tüntetve a mobil vagy vezetékes számuk, azokkal telefonos úton egyeztettek. Más esetekben személyesen keresik fel az érintetteket a későbbiekben. Fazekas Eszterhez és családjához Zrínyi úti otthonukba látogattak el az EPP segítők. A fiatal anyuka azt mondja, három kutyusok is van. Déna 2, Liza 8 éves. A család legfiatalabb tagja, akit két hónapja fogadta örökbe az EPP telepről, pedig három hónap körüli. Nekik minden papírjuk rendben van. Az utcán csellengő négylábúakkal néha nekik is meggyűlik a bajuk. Elég gyakran szoktam éjszaka arra ébredni, hogy itt sétálgatnak a kóborkutyák, meg napközben is. Ami ugye a mi kutyánk is, mi kutyánkat is zavarja, meg a szomszédokét is, és akkor ugye erre felébredek. Így ugye a csip is, meg az EPP összeírás is, ugye ez segíti, hogy a kóborkutyákat esetleg hazataláljanak könnyebben. A felelős állattartáshoz az is hozzátartozik, hogy megakadályozzuk kedvenceinknek, hogy kiszabaduljanak udvarunkról. Ők ezért mindent meg is tesznek, például a kerítés megfelelő megerősítésével. Tekintve, hogy Déna igencsak ugrálós fajta. A következő időszakban az EPP segítő munkatársak igyekeznek mindenkivel egyeztetni. Ha valaki egyáltalán nem adta le az EPP összeírás során adatlapját, akkor sincs probléma, ez büntetést vagy szankciót nem von maga után. A nyomtatványt az óvi munkatársaival közösen az oltási kiskönyv alapján is kitölthetik majd a gazdák. A napokban lezárult a licitálós csoport utolsó árverése is a legnépszerűbb közösségi portálon. Több mint 1,5 millió forint érkezett az Ózdi Almási Balogh Pál Alapítvány számlájára, március 20-ától május 10-ig a kezdeményezésnek köszönhetően.
Az összeget a licitáló csoport tagjai felajánlói gyűjtötték össze az egészségügyi intézménynek. Az ötlet Nullász Katalin fejében fogalmazódott meg, aki Facebook oldalán adott tájékoztatást arról, hogy mintegy másfél hónap alatt egy híján 400 sikeres licitet és 134 egyéni utalást bonyolítottak le, amelyel pontosan 1.562.250 forintot gyűjtöttek össze. Egy másik csoport, amelyet az Ózdi és térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény munkatársai szintén hasonló célból hoztak létre, adományoz vagy licitálja az Ózdi szociális szférában dolgozókért elnevezéssel már több mint 300.000 forintot gyűjtött össze. Facebook oldalukon a krízis helyzet enyhülésének köszönhetően még egészen május 31-ig lehet licitálni. De természetesen, akik támogatni szeretnék bármely intézmény munkáját, azok a képernyőre kiírt számlaszámokra történő utalással ezek után is megtehetik. Mintegy 2 méter magas Ózd feliratot helyeznek el hamarosan a városban. Ez az Ózdi Művelődés Intézmények által elnyert 100%-os támogatásban részesülő, vissza nem térítendő uniós forrásból megvalósuló pályázat részeként valósulhat meg. Mivel egy komplex, több elemből álló projektről van szó, a célterület behatárolt. Így 3 helyszín közül szavazhatják meg a helyiek, hol látnák szívesen a 2 méter 20 cm magas és 4 méter 80 cm széles feliratot. Szavazni Janicsak Dávid polgármester közösségi oldalán a megfelelő fotóra leadott kedveléssel lehet. Most pedig nézzük, melyek voltak legfontosabb híreink. Újabb enyhítéseket vezet be a kormány a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban. A rendelkezések minden megyében hétfőtől lépnek életbe, Budapestről egyelőre nem döntöttek. Megkezdték a kátyúzási munkálatokat a városüzemeltetés munkatársai. Elsőként a forgalmasabb részeket javítják, majd a mellékutakkal folytatják. Idén 200 tonna aszfalt áll rendelkezésükre. Szaharai porral érkezett meg térségünkbe tegnap a csapadék. Ennek következményeit a legtöbben csak ma reggel vették észre. Holnap még számíthatunk jelentősebb esőre, azonban a záporok, zivatarok után már jön a napsütés. Újabb szakaszához ért az EB segítő program. Az óvi munkatársai a lakosság által korábban benyújtott EB összeíró adatlapokat fogják ellenőrizni, valamint a kutyatartás körülményeit is vizsgálják. Híradónk végén nézzük, milyen időre van kilátás holnap. A hét utolsó munkanapján még velünk marad a csapadékos időjárás, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél is megélénkül. A leghűvösebb órákban 7, míg napközben 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Ezek voltak Ózd legfontosabb hírei. A krónika ismétlését az Így nem játszunk mi, a Körúti Színház karantén projektjének első része után, és a szokott időpontokban láthatják újra. Friss információkkal holnap este 7-kor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Legyen szép az estéjük. Viszontlátásra!